Parancsolja. Jó, ott kérlek, Plankó Gergő 444.hu, egy másik témában szeretnék kérdezni. Orbán Viktor múlt héten azt mondta, hogy a 2010-es választási győzelmet nem nevezték korábban sem forradalomnak, és ez nem volt forradalom, miközben ugye korábban annak nevezték. Mit gondol a párt erről? Miről? Hogy Orbán Viktor ellent mond a korábbi szavainak. Mármint? Hát annak, hogy 2010-es választási győzelem éjszakáján forradalomnak nevezték a győzelmet, most pedig azt mondja, hogy korábban sem nevezték annak. Ezt értem, mert ezt elmondtam a másodszor, hogy mi a kérdés? Hogy a párt mit gondol arról, hogy a miniszterelnök ellent mond a korábbi szavainak? Semmit. Az másik kérdés, hogy mikor volt legutóbb, én emlékszem arra, hogy a pártban megkérdőjelezték volna Orbán Viktor szavait. Csak azt próbálnám megérteni a kérdését, hogy mit akar kérdezni. Mint a párt szóvőjét kérdezem, hogy mikor emlékszik utoljára olyan esetre, hogy a pártban megkérdőjelezték azt, hogy igaz az, amit a miniszterelnök mond. Én csak olyan esetre emlékszem, a Fideszben elég régóta vagyok Fidesztag, amikor volt egy fontos kérdés, amit megvitattuk, és utána demokratikusan döntöttek róla, és ezt a döntést végrehajtottuk. Tehát most egy állítás igazságtartalmáról van szó. Tehát Orbán Viktor azt mondta, hogy korábban sem nevezték annak, miközben ugye ez például még a Nemzeti Együttműködés nyilatkozatában is szerepel, hogy forradalom volt a 2010 tavaszi választási győzelem. Még egyszer mondom, tehát én elég régóta vagyok Fidesztag, és csak olyan dologra emlékszem, hogy ami fontos dolog, amiben demokratikusan döntöttük, megvitattuk, és amikor eldöntöttük, akkor mindenki azt képviselte. Igaznak tartja azt, hogy korábban sem nevezték forradalomnak a 2010-es választási győzelmet? Az előbb kérdezte, hogy akarok-e ezt kommentálni, és azt mondtam, hogy nem. Ha jól vettem ki a kérdését, próbálom meg. Hát a kérdésem az lenne, hogy igaznak tartja ezt a párt, aminek ön a szóvője. Az első kérdésében azt kérdezte, hogy akarjuk-e ezt kommentálni, én pedig azt mondtam, hogy nem. Van-e kérdés? Ha nincs, akkor mindannyiuknak köszönöm, hogy eljöttek, további szép napot kívánok. Thank you.